Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Keresztes László Lórán képviselő úrnak, frakcióvezető úrnak, az LMP képviselőcsoportja vezérszónakának. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Hát itt az utolsó felszólalók között én azt gondolom, hogy mindenképpen indokolt, szükséges visszautalni arra, hogy mi hangzott el itt ebben a vitában, a rendkívül fontos vitában, és én úgy gondolom, hogy fontos arra is utalni, milyen körülmények között zajlik ez a vita. Tehát talán a televíziót vagy az internetes közvetítést nézők nem láthatják, de az összes miniszteri bársonyszék üres, tehát rendkívül fontos vita alkalmával egyetlen miniszter, egyetlen államtitkár sincs itt, nincs itt miniszterelnök úr, de nincs itt házelnök úr, ami szerintem egy rendkívül szimbolikus lépés, hogy ez a rendkívül fontos vita nem érdekli az országgyűlés elnökét. Nincs itt a KDNP frakcióvezetője, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, most ért vissza a teremben, igen, látom, hogy jelentkezik, látom frakcióvezető urat, de nagyon örülök is, hogy visszatért az ülésbe, hogy itt van az ülésen Kocsis Máté, ugyanis ő is ugye Fidesz frakciójának vezérszónokaként, frakcióvezetőként, Halász János képviselő és az előterjesztő is néhány perc alatt bebizonyította, hogy ez a törvényjavaslat, ez hazugságokra épül. Ugye az elmúlt időszakban történt esetre, hogy a Hadházi Ákos esetére utaltak, és ezzel indokolták, ez volt a legfontosabb kiváltó ok, amiért ők ezt a rendkívül fontos átfogó javaslatot előterjesztették. Ők azt mondták, hogy történt egy eset, amit önök elfogadhatatlannak minősítettek, és azért tartották szükségesnek, hogy módosítsák a házszabályt, módosítsák durván az országgyűlési képviselők munkájának, munkavégzésének a lehetőségét, hogy az ilyen eseteket meg lehessen akadályozni. Nos, hát ez önmagában bebizonyítja, hogy hazugság ez az egész eljárás, amit önök előterjesztettek, és ez a javaslat is hazugság. Pontosan tudjuk azt, hogyha úgy ítélik meg, hogy ez az eljárás házszabálysértő, és hogy ezzel az eljárással Hadházi Ákos indokolatlanul megakadályozta a miniszterelnöknek a kinyilatkoztatását, akkor lettek volna szabályok, most hatályban lévő szabályok, hogy rendet csináljanak, ezekkel a szabályokkal önök nem éltek. Tehát eszükbe se jutott, hogy ezeket a szabályokat alkalmazzák, és így adják meg a miniszterelnöknek, hogy folytassa a felszólalását. De mi is történt azon a bizonyos, jól ismert eset, egy botrányos eset kapcsán, ugye láthattuk azt, hogy Hadházi Ákos feltartott néhány táblát, ezzel is demonstrálva országgyűlési képviselőként, amit egyébként nagyon sok magyar ember gondol ebbe az országba. Hát először is a miniszterelnök elkezdett birkózni Hadházi Ákossal, megpróbálta erővel elvenni tőle ezt a táblát. Majd ezt a birkózást elvesztette a miniszterelnök, nem sikerült elvenni a táblát, és akkor ezt látva néhány kormánypárti képviselő felugrott, és kidobó ember módjára idejöttek a pulpitushoz, és erővel elvették tőle ezt a táblát. Nos, hát ez sok mindent elmond a Fidesznek a demokrácia iránti elkötelezettségéből, hogy eszük ágában nem jutott, hogy a meglévő hatályos szabályokat alkalmazva járjanak el, az országgyűlés méltóságát megőrizve. Önök végignézték szó nélkül, hogy erőszakot alkalmazva kidobó emberként ismétlem keresztény konzervatívnak tartó képviselők, ennek hazudó képviselők idejöjjenek és erőszakot alkalmazzanak a magyar országgyűlés épületében. Én azt gondolom, hogy ez mindent elmond az önök hitelességéről. De szintén voltak itt nagyon fontos felszólalások, amire szeretnék utalni. Vejkei Imre képviselő úrtól, a KDNP képviselőjétől, ugye hallhattuk, hogy ismét ugye láthattuk itt a Jobbik frakcióvezetőjének felszólalása kapcsán, hogy idézem, durva provokációt láthattunk. Ez történt. Hát egyetértek képviselőről, hogy durva provokáció történt, ugyanis a levezető elnök kilátásba helyezte az ülés berekesztését. Úgyhogy nem mondta el, hogy pontosan milyen házszabálysértés történt. Az egyik képviselő beleült egy székbe, konkrétan semmiféle módon nem sérti a házszabályt, és kilátásba helyezte a levezető úr, hogy megállítja az ülést. Én azt gondolom, hogy ez valóban durva provokáció volt. Én örülök neki, hogy nem volt ennyiben következetes a levezető elnök, és végül is nem élt ezzel a lehetőséggel, és ez a vita tudott folytatódni. És még újra Vejkei Imre egyik fontos felszólalására szeretnék utalni. Azt mondta, hogy gyermekeink és unokáink jövője a tét. Ezzel tökéletesen egyetértek. Én is két gyermekes édesapa vagyok, és engem is az motivált a politikai szerepvállalásra, hogy olyan módon próbáljunk részt venni az ország irányításában, olyan módon próbáljunk részt venni a közéletben, hogy biztosítani lehessen a gyermekeink jövőjét. És igen, amikor önök olyan jogszabályokat terjesztenek az országgyűlés elő, illetve olyan politikát folytatnak, amelynek következtében újabb százezrek voltak kénytelenek elmenni az országból, amikor családok ezrei szakadnak szét, akkor én azt gondolom, hogy egy olyan képviselő, aki komolyan veszi az ön által megfogalmazott mondatot, az bizony fittyet hány a házszabályra, és szükség esetén a nemzet érdekébe, gyermekeink jövője érdekébe néha megszegi ezeket az intézkedéseket. És én azt gondolom, hogy ez az intézkedés csomag, amit önök előterjesztettek, ez egy mondhatni önöktől egy elismerés az ellenzéki képviselők felé, és szerintem minden ellenzéki képviselőtársam részére mondhatom, hogy állunk elébe az önök joggyakorlásának, és nem fogja ez az intézkedés csomag semmilyen módon befolyásolni a mi képviselői munkánkat.
És akkor nézzük konkrétan a javaslatot. Hát az indoklást olvashattuk, láthattuk előterjesztőnek, frakcióvezetőnek és képviselőknek az indoklását, magyarázatát, hogy mit célt szolgál ez a javaslat. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy pontosan a lényegről nem beszéltek, hogy hogyan és mi módon próbálják korlátozni az ellenzéki képviselőknek a munkáját, milyen módon próbálják korlátozni az országgyűlés munkáját, és milyen módon próbálják ismét csökkenteni egyébként, szerintem tekintélyt sértő módon annak a lehetőségei. De nézzük, hogy pontosan miről szólt, valójában miről szólnak ezek a javaslatok, és miről szól ez a vita. Ugye arról beszélnek, hogy meg kell őrizni a ház tekintélyét, a ház méltóságát. Majd azt is elmondták itt nagyon sok példát említve, hogy meg kell akadályozni, hogy botrányt csináljanak ellenzéki képviselők itt a parlament működése során. Azt is hallhattuk már az elmúlt napokban indoklásként, ugye része ennek az intézkedés csomagnak, hogy az önök szándéka, leges megfogalmazott szándéka, hogy meg kell őrizni, meg kell védeni a közintézményeknek a működését. És itt Halász János képviselő úrtól hallottam én a mai vita során azt, hogy a magyar parlamentarizmus hagyományait vissza kell állítani, és ezért van szükség ezekre a javaslatokra, ezekre a rendkívül durva korlátozásokra. Nos, hát azt jól láthatjuk, én azt gondolom, hogy ebben talán még vitát sem érdemes nyitni, hogy ez a javaslat csomag, ami itt fekszik előttünk, ez nem csak több évtizedes, de még a dualizmus korában látható, és a két világháború közötti időszak korában is látható jogokat, eszközöket, hagyományokat zár ki a parlamenti működésből. Tehát olyan eszközöket, olyan parlamenti eszközöket, amelyek mindig legitim eszközök voltak, és nagyon sokszor láthattunk példát arra a történelem során, vagy éppen a rendszerváltás utáni időszakban, hogy ezeket akkor alkalmazták, amikor erre valójában szükség volt. Tehát önmagában ez is hazugság, amit Halász képviselő úr megfogalmazott. És az is, én azt hiszem, teljesen egyértelmű lehet minden magyar választópolgár számára, hogy nem voltak túl gyakoriak az ilyen esetek a rendszerváltás utáni parlamentarizmus történetében, de valóban voltak ilyen esetek. Ugye volt olyan szituáció, amikor a földtörvény kapcsán a Jobbik frakciója elfoglalta a pulpitust. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon helyes kiállás volt. Igen, a nemzeti érdekek megvédése érdekében egy olyan intézkedésnél, ami a nemzet érdekeinek egyenes elárulása volt, bizony a bátor képviselők vállaltak minden következményt, és bátran a házszabályt megsértve kiálltak a magyar emberek jogaiért. Én azt gondolom, hogy ezért dicséret jár nekik, és semmiképpen nem indokolhatják ezt a cselekedetet azzal, hogy önök ilyen korlátozó intézkedéseket vezetnek be. De hasonlóképpen nagyon sok képviselőtársam említette már az úgynevezett rabszolgatörvénynek vagy túlóra törvénynek az ügyét. Hát, és ismét Vejkei képviselő úrra szeretnék visszautalni, igen, gyermekeink jövője a tét. Tehát akkor, amikor önök a nagyvállalati, multinacionális vállalatok profit érdekeit előtérbe helyezik a magyar munkavállalók jogaival szemben, amikor eleve olyan politikát folytatnak, ami az alacsony magyar bérekre alapoz, így próbálja kiszolgáltatni a munkavállalókat, ami egyenes következmény az elvándorlásra, akkor én azt gondolom, hogy helye van akár ilyen jellegű tiltakozásoknak is. De azt jól láthattuk, hogy erőszak alkalmazására nem került sor a képviselők részéről, és szerintem azóta nagyjából bebizonyította a magyar társadalom is, vagy visszaigazolta a magyar társadalom, hogy ezt az akciót fontosnak tartotta, ez hitet adott újra az ellenzéki érzelmű szavazóknak, és újra elkezdtek bízni az ellenzéki politikában, és ennek mondhatjuk, hogy a következménye lett, jóval később már az önkormányzati választáson elért, nagyon sok helyen elért ellenzéki siker, de mindenképpen az erőviszonyoknak a jól látható átrendezése. Tehát én azt mondom, hogy az az eset, amit nagyon sok kormánypárti képviselőtársam, ugye a legutóbb év december 12-én, nagyon sok kormánypárti képviselőtársam negatív példaként említ, én azt gondolom, hogy az is egy bátor kiállás volt az ellenzéki képviselők részéről. Mi magunk arra tettünk esküt, hogy a nemzet érdekeit képviseljük, én azt gondolom, hogy ez az eskü fontosabb, erősebb, még akár a házszabálynál is, egy olyan házszabálynál is, amit mondjuk önök szigorítani akarnak. Nos, és ugye megint a kormánypárti képviselők, mondjuk az előterjesztők szándékának a hitelességéről. Ugye a fő indok, mint azt már elmondtam, a ház méltóságának a megvédése. Hát én azt gondolom, hogy nagyon kevesen vannak ebben az országban, akik úgy gondolják, hogy valójában ez a szándék a kormánypárti képviselőnek, hogy a ház méltóságát megőrizzék. Több képviselőtársam tett már konkrét visszautalásokat arra, hogy milyen események történtek, illetve milyen módon működik itt az országgyűlés, kifejezetten 2010 óta. Képviselőtársaim, nagyon sokszor láthatjuk, hogy önök nem vesznek részt érdemi vitákban. Legtöbbször úgy mennek le ez a legfontosabb viták, hogy alig vannak jelen a teremben fideszes képviselők, vagy ha jelen vannak, akkor is szemlesütve telefont, laptopot nyomkodnak, jegyzetelgetnek, és
Én azt hiszem, hogy most is végignézek a termen, a legnagyobb arányban a frakcióvezetőre a Fidesz képviselő és a KDNP képviselő hiányoznak. Érdemes egy gyors kalkulációt végezni, és akkor ez mindjárt megerősíti a hitelességet annak, amit ön elmondott. De abban szerintem nem lehet vita köztünk, hogyha megnézzük objektív számok alapján a képviselőknek az aktivitását, hogy bizony a Fidesz és KDNP képviselő jellemzően a legkevésbé aktívak. Ők azok, akik általában droid módjára a frakció fegyelemnek és utasításoknak megfelelően gombot nyomkodnak, vitában nem vesznek részt, vagy ha éppen itt ülnek fizikálisan is, akkor sem nagyon tudják sokan tisztelet a kivételnek, hogy mi történik körülöttük. Tehát én azt gondolom, hogy ez a magatartás, a képviselői szerep ilyen módon történő felfogása sérti alapvetően az országgyűlés méltóságát. Önök rendkívül ülésnapon nagyon-nagyon régóta nem jelennek meg. Vizsgáló bizottság évek óta nem alakulhatott. Rengeteg példát láthattunk arra, hogy a távol maradásukkal bizottsági üléseket tesznek lehetővé. Tehát nem tudnak elindulni bizottsági ülések, mert egyszerűen nem jönnek el a kormánypárti képviselők. Milyen cinikus, hogy nagyon sokszor ezt előre meg is üzenik, hogy azért számítson rá mindenki, hogy ott érdemi munka nem lesz. A fizetés természetesen ezért fölveszik. Említették már képviselőtársaim, rendszeresen élnek azzal az eszközzel, hogy fontos, kiélezett vitákat az éjszakai órákra időzítenek, ezzel is a nyilvánosság elől eltakarva azt. Hát ez nem sérti az országgyűlés méltóságát? Ez a fajta szerepfelfogás, az, hogy nyilvánosságot ilyen módon, ilyen cinikus eszközökkel csökkentik, az nem sérti a parlament méltóságát? De azt is említette már talán Arató képviselőtársam, hogy valóban nagyon sokszor törvénygyárként működnek. Hát láthattuk az elmúlt időszakban is, ugye látva, hogy nem sokára véget ér az ülésszak, óriási mennyiségben terjesztettek elő törvényjavaslatokat, nyilván utána majd futnak a rossz minőségű jogalkotás hatásainak a javítása érdekében. De azt szintén említették képviselőtársaim, hogy nagyon-nagyon sokszor tapasztaljuk, sőt mondhatjuk, hogy ez a kormányzati, parlamenti munkának már szinte törvényszerű velejárója, hogy alig-alig válaszolnak, világosan feltett kérdésekre alig-alig válaszolnak államtitkárok, akiknek nagyon fontos szakállamtitkárként nagyon fontos feladataik lennének, ők pártpolitikai szólamokkal próbálnak reagálni ellenzéki kérdésekre. Képviselőtársaim, kormánypárti képviselőtársaim, az ellenzéki képviselők nem azért vannak itt, feltétlenül nyilván pártok színeibe, legtöbben pártok színeibe jutottak be, hogy itt pártpolitikai pengeváltásokat folytassanak. Mi kérdéseket teszünk föl azért, hogy átláthassuk, mi történik, és minél jobban tudjuk képviselni a magyar emberek érdekeit. Kötelessége válaszolni az államtitkároknak, kormánypárti képviselőknek, miniszterelnöknek, minisztereknek és a miniszterelnöknek is a feltett kérdések. Mert ezekre a kérdésekre alapvetően nem nekünk tartoznak válaszsal, hanem a magyar embereknek. És igen, említette Arató képviselőtársam, hát milyen meggyalázása a magyar országgyűlés, a magyar parlament működésének az, hogy Demeter Márta képviselőtársamra a miniszterelnök egy rendkívül fontos kérdés kapcsán annyit válaszolt, hogy boldog karácsony. Egy ilyen intézkedést képviselőtársam, Hende képviselő úr, mint előterjesztő, az önök javaslata hol tartalmazza azt, hogy ezt ne tehesse meg a Magyarország miniszterelnöke? Hogy Magyarország miniszterelnökének válaszolni kelljen egy kérdésre. Hol van pontosan, melyik pontja az ő javaslatának, vagy az önök javaslatának, ami biztosítja azt, hogy ezután a miniszterelnök nem fogja azzal elintézni a választ, hogy boldog karácsony. Mert ez nem szerepel a javaslatukban. Én azt gondolom, hogy ebben ön sem tud velem vitatkozni. Nos, és ugye ezt is említettem már valamelyik ellenzéki képviselőtársam, hogy igen, voltak olyan esetek, amiből lehet vitatkozni, hogy ez helyén való, nem helyén való. Nyilván ízlések kérdése, az ízlés kérdése az, hogy adott esetben egy figyelemfelkeltő akció méltó-e a Magyarországgyűléshez, vagy nem. De egy ilyen kérdést, igen, gumiszabályokról van szó, igen, szubjektív döntéshozatalról van szó, ilyen kérdést egy frakció, vagy éppen egy frakció szövetség, Fidesz-KDNP hitelesen nem szabályozhat le. Az igazságügyi bizottság ülésén magam is részt vettem, és ott is több képviselőtársam, magam is felvetettem, hogyha ilyen jellegű intézkedéseket akarnának hozni, hogyha valóban az lenne a céljuk, legalább részben, vagy ez is a céljuk lenne, hogy olyan esetek, amiket mondjuk döntő részben a képviselők jelentős része azt mondhatná ezekre, hogy ez valóban nem ideillik, ezeket szeretnék korlátozni, és ilyen módon akarják biztosítani az országgyűlés működését, akkor az lett volna helyes, ha kezdeményeznek egy frakció közötti egyeztetést, és megpróbáltak volna információt kérni, véleményt kérni az ellenzéki képviselőcsoportoktól is, hogy ezt hogyan látják. Nyilvánvaló egy ilyen eljárásrendnek a módosítása, aktualizálása, az nem szólhat egy adott parlamenti ülésszakról, és igen, az pedig egészen elfogadhatatlan, hogy az ülésszak közepe felé haladva nyújtanak be egy ilyen játék, vagy ilyen szabályozást, hogy teljesen átalakítják a mondjuk így játékszabályokat, feltételeket. Ez teljesen elfogadhatatlan. Önöknek eszeágában sem volt egyeztetni, ilyen szándék nem volt, semmiféle
megkeresése az ellenzéki frakcióvezetők felé nem érkezett. Ez is megmutatja azt, hogy tökéletesen hiteltelen az, amivel önök ezt a gyalázatos törvényjavaslatot előterjesztették. Képviselőtársaim, én azt gondolom, hogy ha önöknek legalább így nyomokban ez a szándék megjelenik, vagy ezek a célok megjelennek a szándékaik mögött, akkor, és hogyha az országgyűlés méltóságát szeretnék helyreállítani, az országgyűlés méltóságát szeretnék megőrizni és megvédeni, akkor vegyék komolyan képviselői kötelességeiket, legyenek itt az országgyűlésben, vegyenek részt a vitákban, terjesszenek be javaslatokat, érdemben vitassák meg, és adják meg a lehetőséget, hogy érdemben meg lehessen vitatni az ellenzéki javaslatokat, nem csak itt, hanem a bizottsági ülések szintjén is. Rengetegszer elmondták, én már nem akarom ismételni ellenzéki képviselőtársaimat, ezek az elmúlt hosszú-hosszú évek során szinte lehetetlen feladatok, hogy érdemben elvigyünk egy javaslatot, és ott legyen a kormány, vagy éppen a kormánypárti képviselőcsoportok részéről egy vita során valaki, aki kíván is érdemben foglalkozni ezekkel a javaslatokkal. Ezekkel önök nem kívánnak foglalkozni, nyilván erőből kívánnak mindent megoldani. De ez megint csak nem összeegyeztethető azzal a szándékkal, amit önök megfogalmaztak, hogy egyrészt az országgyűlés tekintélyének a megvédése, másrészt, és ismét Vejke képviselő úrra nézek, a gyermekeink jövőjének a biztosítása. Nos, képviselőtársaim, a több ellenzéki képviselő felszólalásában utalt rá, hogy a legdurvább, legelfogadhatatlanabb pontjának a javaslatnak az, hogy megszűnik az a lehetőség, hogy országgyűlési képviselői közintézménybe előzetes bejelentkezés nélkül bemehessen. Nos, hát tulajdonképpen egyetértek azzal, hogy ez a legdurvább pontja, és ez egy olyan pont, amit ráadásul nem is tudnak semmilyen módon azzal megmagyarázni, amit az indoklásban megfogalmazta. Én azt hiszem, hogy abban konszenzus lehet köztünk, nyilván a kormánypárti képviselők ezzel nem értenek egyet, de már a kormánypárti szavazók többségének is ez a véleménye, hogy a korrupció ma Magyarországon történelmi szinten van. És az alapvető nemzeti érdek, hogy minden eszközzel küzdjünk a korrupció féken tartása, korrupció ellen. És ennek bizony nagyon-nagyon fontos eszköze az országgyűlési képviselőknek az a jogosítványa, hogy közintézményekbe igen váratlanul, igen előzetes bejelentkezés nélkül bemenjenek, információkhoz hozzájussanak, és ezeket a képviselő jogaikat felhasználva, ezek ellen a esetlegesen felmerült korrupciós esetek ellen felhasználják. Ez nem csak joga egy képviselőnek, hanem nagyon-nagyon fontos kötelesség. Is. Én nagyon remélem, hogy lesz kormánypárti képviselő a vita későbbi szakaszában, és megpróbálnak legalább valamiféle magyarázat, kísérletet megfogalmazni arra, hogy miért van szükség ennek a rendkívül durva korlátozó intézkedésnek az előterjesztésére. Miért akarják megakadályozni azt, hogy a közvagyont használó, közpénzből működő intézményeket a magyar emberek által megválasztott országgyűlési képviselők megfelelően hatékonyan tudják ellenőrizni. Mert a megfelelő és hatékony ellenőrzés az nem történhet előzetes bejelentkezés útján. Kérem, bármely képviselőre is nézek, kérem, próbálják ezt legalább megmagyarázni esetleg Hende Csaba előterjesztőként. Mert nyilván ezt a szándékot, ezt a rendkívül durva korlátozást nem indokolhatják egy-egy esettel, vagy olyan esettel, amit önök így látnak, mások pedig úgy látnak. Én azt hiszem, hogy ezzel önök messze-messze túllőttek a célon. Ez egészen elképesztő és elfogadhatatlanul durva korlátozás. És következő esetet említeném, erről is volt már szó a mai vita során, hogy bizony, nagyon sok olyan intézkedés van, ami alapvetően a nemzeti érdekeinket érinti. És önök mondjuk egy érdemi vitában ezekről hallani sem akarnak. És más lehetőség az ellenzéknek akkor nincs, mint hogy ezeket időszakonként, ugye vagy parlamenti időszakonként 6 esetben idehozza az országgyűlési elé, és itt, ha korlátozott időben is, de legalább egyfajta vitát lehet erről folytatni. Na most ezt a lehetőséget akarják önök végleg elvenni, és a Törvényalkotási Bizottságra kívánják visszaszorítani ezeket a vitákat. Ezzel egyrészt én azt gondolom, hogy teljesen elfogadhatatlan módon korlátozzák a nyilvánosságot, és leszűkítik a vitát. És a probléma az, hogy nagyon sok ilyen esetben majd nem lesz lehetősége ilyen módon az ellenzék által előterjesztett javaslatokról minden képviselőnek szavazni. Ugye vannak a Törvényalkotási Bizottságnak megválasztott tagjai, de nem minden parlamenti képviselő. Parlamenti képviselőknek a jelentős többsége nem tagja a Törvényalkotási Bizottságnak. És ilyen módon, amikor egy magyar emberek számára fontos javaslatot az ellenzék behoz a plenáris ülés elő, akkor egyrészt nagyon sok olyan képviselő lesz, aki szavazni szeretne egy ilyen javaslatról, de nem fogja tudni megtenni. És nagyon sok esetben pedig azzal szembesülünk majd, hogy nagyon sok képviselőnek szavaznia kellene, kötelessége lenne szavazni, ilyen módon is megfelelve a választó igényeknek, élve képviselői jogaival, és teljesítve kötelességeit, hogy szavazzanak egy ilyen javaslatról. És ezt önök most kisöprik a házból, ennek a lehetőségét korlátozzák. Ugye tegnap
Viszonylag hosszú vitát folytathattunk, bocsánat, tegnap előtt ezekről a bizonyos javaslatokról, igen, és 20. alkalommal terjesztettük elő az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló javaslatot. Ezt önök tettek annak idején 2010-ben egy vállalást, hogy másfél éven belül ezt a problémát megoldják, és végre az ügynök akták nyilvánosságát, az állambiztonsági múlt feltárását önök biztosítani fogják, de ezt önök cinikus módon nem tették meg. Hát egyrészt ugye megtudhatta mindenki Magyarországon, hogy önök csak hazudták magukat antikommunistának, és ilyen módon rejtegetik a soraikba férkőzött az állambiztonság egykori fenntartóit, de az ellenzék erre lépett, és annak idején az LMP frakciója kezdte meg ezt a sorozatot, és ilyen módon tudtuk csak legalább a vitát megkezdeni, hogy a plenáris ülésre felkértük ezt a javaslatot. És ez a vita kezdemény legalább eddig 20-szor megtörténhetett. Hát jól láthatjuk, ez most valószínűleg többet nem fog ide kerülni a plenáris ülésre ez a vita. Önök egyrészt teljesen világosan és egyértelműen az eddigi munkájukkal bebizonyították, hogy eszük ágában sincs, ilyen módon is az áldozatok emlékei megtisztelve feltárni a diktatúra titkai, de lehetetlené teszik, hogy ezeket a vitákat legalább ilyen szinten az üléssel le lehessen folytatni. Arról nem is beszélve, hogy szintén ezzel súlyosan sértik az országgyűlés méltóságát, hogy amikor ezek a viták folytak, alig-alig néhány ellenzéki képviselő volt jelen, és ők sem szóltak hozzá most például a legutóbbi ilyen viták során. Egyetlen egy alkalommal sem kértek szót, hogy elmondják a véleményüket, hogy elmondták volna legalább, hogy miért nem támogatják az adott javaslatot, vagy elmondták volna, hogy van nekik jobb ötletük is. Hát nyilván ezt nem tették meg. Tehát ez is egy rendkívül durva korlátozása az országgyűlési munkának. És úgy gondolom, hogy ezt semmilyen szinten nem lehet még csak logikailag sem összepárosítani azzal az indoklás halmazzal, amit önök beleírtak a javaslatba. Mi köze ennek ahhoz? Tehát miért kell ilyen módon csökkenteni a plenáris ülésnek, vagy ilyen módon növelni a hatékonyságát idézőjelben a plenáris ülésnek, hogy ezeket a rendkívül fontos nemzeti, adott esetben nemzeti érdekeket érintő vitákat kizárják a plenáris ülésről, és ezzel képviselők jelentős részét kizárják ezekből a vitákból. És igen, említették képviselőtársaim az olyan gyalázatos döntéseket, mint ami szintén ott volt a napirenden hétfőn, ritka betegségben szenvedő gyermekeknek az állami kezelésüknek az állami támogatása, amikor ugye teljesen világos a szituáció. Itt egy olyan javaslatról volt szó, ami alig-alig terhelné meg a költségvetést, mégis az életet jelenthetné nagyon sok beteg gyermeknek. És önök ezt a vitát megint csak úgy élték át, hogy egyetlen egy fideszes KDNP-s képviselő nem kért szót, majd cinikus módon itt röhétselve nemet nyomtak ennek a javaslatnak a társadalmazatba vételére. Na ez azért volt fontos legalább, hogy ez itt történhetett meg, mert minden magyar választópolgár láthatta, hogy az őt képviselő, az őt elméletben képviselő, vagy az ő általa megválasztott, hogy a szavazat által mandátumhoz juttatott képviselő hogyan képviselte őt ebben az ügyben. Ez nyomon követhető, és ennek a lehetőségét veszik el ezzel a rendkívül durva korlátozással. Én nagyon bízom benne, hogy esetleg Hende Csaba, mint előterjesztő, erre majd valamiféle magyarázatot fog tudni adni, hogy önök úgy akarják korlátozni a plenáris ülés hatékonyságát, hogy rendszerint itt sincsenek ezeken a vitákon, rendszerint otthon alszanak, gondolom, jókat, vagy nem tudom, más módon töltik a szabadidejüket. Önöket semmilyen módon nem korlátozza, az ellenzéki képviselők pedig úgy érezték, hogy nekik itt kell lenni adott esetben késő esti órákon, el kell mondani a véleményüket, és eleve egy ilyen javaslatot meg kell fogalmazni még akkor is, hogyha a kormányzásra nem mi kaptunk felhatalmazást. És igen, ezt is említették már képviselőtársaim, hogy rendkívül súlyos probléma az, hogy azok a szankciók, amiket önök leírtak ebben a javaslatban, nagyon sok esetben nehezen értelmezhető gumi szabályozásokra épülnek. Tehát itt már többen említették képviselőtársaim az illetlen, a kirívóan sértő szavakat. Én az igazságügyi bizottság ülésén rákérdeztem arra, ugye Hende képviselő úrnál, hogy például az, hogy egy javaslat, mondjuk, vagy egy intézkedés hazárulás, hogy az illetlen-e, sértő-e, ezt például el lehet-e mondani majd a Magyarországgyűlésben, kimondhatja adott esetben egy ellenzéki képviselő, hogy ő azt gondolja, hogy ez hazárulás, ami történik, vagy a nemzet érdekeinek elárulása. Ki lehet ezt majd mondani? Vagy ez illetlennek tekinthető-e majd? Vagy azt mondani, és ez is elhangzott már, hogy valamiért egy képviselő meggyőződése szerint, ha változik a helyzet, egy kormánypárti politikus börtönbe fog kerülni. Ez fenyegetésnek minősül-e? Ezt meg lehet-e majd csinálni Magyarországgyűlésben, hogy ezt őszintén kimondja egy ellenzéki képviselő? De az a tragédia, igen, ahogy elmondták képviselőtársaim, ezeknek a megítélése szubjektív lesz. Ezek alapján ki lehet tiltani országgyűlési képviselőket az ülésről, meg lehet vonni a szót, ki lehet tiltani az ülésről, majd ki lehet tiltani az országgyűlés épületéből, majd minden olyan épületből, ami ide tartozik ehhez a komplexumhoz. Ez egészen elképesztő.
És igen, ezt szintén említették már az előttem szólók, hogy ezzel olyan jogokat sértenek, ami egészen elképesztő. Például erről is volt már szó, a munkavállaló jogok gyakorlása sem lesz lehetséges. Na, ilyen módon akarják önök megvédeni a Magyarország gyűlésnek a tekintélyét? Amikor kitiltanak, adott esetben egy szubjektív eljárásból kifolyólag kitiltanak, nyilván sokadik büntetésként egy képviselőt a Magyarország gyűléshez tartozó épületekből, nem tud találkozni a munkatársaival, nem tudja használni az eszközöket, amit az ő munkájához biztosítottak, nem tudja elvégezni képviselő munkáját. Tehát ezzel lehet az országgyűlés tekintélyét megőrizni, vagy megvédeni? És hát igen, az egyik legeslegdurvább intézkedés az, amit önök előterjesztettek, ez szintén a kitiltáshoz kapcsolódik, szavazati jog gyakorlása. Ugye, úgy gondolják, hogy majd úgy fogják gyakorolni az ellenzéki képviselők a szavazati jogot, hogy úgymond megbízott útján adják le a szavazatukat. Hát én egészen elképesztő, ezt hogyan gondolják? Az előterjesztőre nézek, vagy frakcióvezetőre nézek, hogyan gondolják ezt? Tehát, hogyha nem egy, hanem 2, 3, 10 képviselőt tiltanak ki, kitiltanak egy egész ellenzéki frakciót, ne egy isten, kitiltják a teljes ellenzéket, akkor majd az ellenzéki képviselők, tehát a magyar emberek által az országgyűlésbe bejuttatott mandátumhoz juttatott ellenzéki képviselők helyett a szavazatot kormánypárti képviselők fogják leadni? Tehát remélem, hogy frakcióvezető úr, az előterjesztő, bárki ezt megmagyarázza, hogy ez hogyan történik, és hogyan gondolják önök ezt reálisnak, hogy kormánypárti képviselők szavazzanak majd megbízás útján ellenzéki képviselők helyett. Ez egészen elképesztő, és mondhatjuk, hogy ilyen extrém módon korlátozása az országgyűlés képviselők az országgyűlési képviselők munkavégzésének. Rengeteg esetet lehetne még sorolni, hát ez még 30 perc is kevés, de még egyre szeretnék utalni, és ez bizony a bizottsági meghallgatásoknak az intézménye. Hát megint csak mondok egy nagyon-nagyon fontos példát. Ugye van egy gigaprojekt, amiben soha nem fogunk egyet érteni, ez a Paksi bővítés gigaprojektje, és igen, hát én magam júliusban egy meghallgatáson, egy bizottsági meghallgatáson tapasztaltam olyan döbbenetes válaszokat az illetékes miniszter részéről, hogy fogalma sincs, hogy egy 4000 milliárdos projekt kapcsán mikor indulhat el az engedélyezési eljárás, vagy azt, hogy éppen a pályázat nélkül helyzetbe hozott oroszok most tanulják a hazai műszaki környezetet. Hát, hogyha ilyen jellegű meghallgatásokra nem kerülhet sor, akkor ezek a döbbenetes információk hogyan fognak előkerülni? Ezek az információk hogyan jutnak el azokhoz az emberekhez, akinek a szavazatával önök itt, az emberek, akiknek a pénzéből önök itt gazdálkodnak. Tehát egészen elképesztően felelőtlen és elfogadhatatlan lépés az, hogy bármilyen módon így a bizottságoknak a működését korlátozzák. És igen, hasonlóképpen elfogadhatatlan az, amit ugye egy MSZP-s javaslat csomán, ugye az utolsó évben benyújtott nagyon-nagyon sok módosító javaslat során önök szintén bemutattak, hogy adott esetben a meglévő szabályoknak a felrúgásával is megakadályozták, hogy az ellenzéki, adott ellenzéki frakció által benyújtott módosító javaslatok százaival az önök által vélt jogalkotási folyamatot megakadályozzák, vagy jónak vélt folyamatot megakadályozzák. Nos, lehet vitatkozni azon, hogy ez helyes vagy nem helyes eszköz. Én azt gondolom, hogy minden, ami a szabályoknak megfelel, és minden olyan eszköz, ami demokratikus, és amivel ki lehet fejezni, amivel a magyar emberek érdekeit lehet szolgálni, az alkalmazandó. És adott esetben, ha már nincs más eszköze egy ellenzéki képviselőnek, mint hogy ilyen eszközökhöz nyúljon, akkor ezt kötelessége is alkalmazni. Most önök ezt akkor is szabályokat figyelmen kívül hagyva söpörték le ezt a lehetőséget, így vették el az ellenzék kezéből, és most pedig egy olyan módosítást terjesztenek elő, hogy ez az eszköz még elméletben se álljon rendelkezésre. És ismét nem pécéztem ki magamnak Vejkei képviselőre, de fontos volt az a gondolat, hogy igen, nekünk itt mindannyiunknak az a kötelességünk, hogy olyan politikát folytassunk, ami a gyermekeink és unokáink jövőjét megfelelően biztosítja. És ezekhez bizony néha ilyen eszközök használatra is szükség van. Ez az intézkedés megint csak nem az országgyűlés tekintélyének a helyreállítását szolgálja, hanem az, hogy korlátozni lehessen az ellenzéki képviselők jogát. Én egyetértek azokkal a képviselőkkel, akik előttem elmondták, hogy ez az intézkedés csomag, ez reakcióként született az októberi önkormányzati választási súlyos kormánypárti kudarcra, és ez elismerése, önök részéről mindenképpen elismerése az ellenzéki parlamenti munkának. Tehát az, hogy önök egyáltalán ezzel foglalkoznak, önök egy ilyen javaslatot előterjesztenek, és valószínűleg a kétharmad birtokában meg fogják szavazni, ezzel aláhúzzák azt, hogy bizony érdemes ellenzéki képviselőként dolgozni a parlamentbe. Nem volt azoknak igazuk, akik azt mondták, hogy be sem szabad menni. Érdemes dolgozni, mert önöket ez zavarja, önöket ez korlátozza.
És ebből kifolyólag én azt hiszem, hogy ez egy nagyon világos üzenet, hogy az ellenzéki képviselőknek kutya kötelesség ezt a munkát nem csak hogy folytatni, hanem sokkal hatékonyabban és sokkal elkötelezettebben folytatni. És én azt tudom mondani képviselőtársaim, hogy az LMP frakciója biztos, hogy megértette ezt az üzenetet, és annak ellenére, hogy természetesen mi elutasítjuk ezt a gyalázatos törvénycsomagot, mi ezt az üzenetet úgy fogjuk értelmezni, hogy nekünk az a kötelességünk, hogy nem csak hogy az eddigi intenzitással, hanem sokkal nagyobb intenzitással és sokkal nagyobb elkötelezettséggel fogjuk folytatni mind a parlamentben az ellenzéki munkát, mind pedig az országház falain kívül azt, amire lehetőséget biztosítanak azok a jogok, azok a még meglévő jogok, amiket az ellenzéki érzelmű választópolgárok szavazatából mi megkaphattunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!